A téli időszakban és főleg az adventi hetekben magasabb a lakástüzek száma. Átlagosan 30%-kal több bejelentés érkezik ilyenkor. Sokszor egy szobában hagyott égő gyertya okozhat súlyos károkat. Ezt próbálták meg bemutatni a katasztrófavédelem munkatársai Nyírbátorban. A legfontosabb szabály az, hogy a gyertya rögzítése megfelelő legyen, hiszen egy apró húzat is már ugye eldöntheti a gyertyát, és ezáltal ugye a tűz terjedésének meg lesz a lehetősége. Aztán a gyertya környezetében az éketőanyagokat mindenképpen távolítsuk el. Magát az adventi koszorút akkor járunk el helyesen, hogyha nem éghető alátéttel látjuk el. Aztán ezeket a karácsonyi izzósorokat, amennyiben beszerezzük, minden esetben ellenőrzött forrásból szerezzük be. Nyilván, hogyha nem megfelelő típusú, nem megfelelő szabványú, akkor fennáll a veszélye, hogy elektromos tűz keletkezhet. Tűz esetén a 105-ös és a 112-es segélyhívó számokon tehetünk bejelentést, ahol közölni kell a fontos adatokat. Ilyen információ a pontos helyszín, illetve az, hogy mennyire veszélyezteti a tűz a környezetet és az ember életet.